új szabadidőparkot létesítettek Izsán. A közel 1600 lelket számláló dunamenti község az Ecopolis alapítványnál pályázott az egészségügyi központ mögötti terület átalakítása céljából. Az így szerzett pénzösszeget 536 önkéntes munkaórával egészítették ki az izsaiak. Ez egy elhanyagolt terület volt, amelyet 5500 euróból sikerült létrehoznunk. Ez a park kimondottan a falu lakosai számára készült el. Községi rendezvényeket tartunk majd itt, illetve gyerekek és idősebbek is birtokba vehetik és használhatják. A szabadidőpark összekovácsolta a falu lakosságát és hozzájárult az emberi kapcsolatok javításához, mondják az izsaiak. Az avatáson megjelent a falu apraja nagyja, hogy közösen örüljenek az új létesítménynek. Nagyon tetszik és nagyon jó ötletnek tartom, hogy végre van egy hely, ahova nem csak gyerekek jöhetnek, hanem eljöhetnek a szülők is, nagymamák is. Mi is valamilyen részben részt vettünk a szabadidőpark létesítésében. A második fázisban, amikor főzni kellett, sütni-főzni, akkor részt vettünk a gulyás főzésben. A gyerekek számára külön öröm a park, hiszen megtalálható itt minden, amivel játszani szeretnek. Eddig már az egész parkot láttam, nagyon szép és jó, minden megvan benne. Mászóka, csúszda, ribikóka, hinta, homokozó, kosárlabdafája. Izsa új szabadidőparkjában helyet kapott az életfája is, amelyen minden izsai újszülött neve egy színes tábla formájában helyet kaphat. Az önkormányzat már a létesítmény további fejlesztését készíti elő. A jövő évben leszeretné betonozni a park nyugati részét, hogy a görkorcsolyázók és gördeszkázók is hódolhassanak itt kedvtelésüknek. Televízne vysielanie je súčasťou projektu pod názvom Informácie o cez hranicu v prihraničnom regióne Ponts-Danubí, Crossing Borders by Information in the Ponts-Danubí Border Region, ktorý sa realizuje v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika. Az elkészült műsor az információval a határon át a Ponts-Danubí régióban, Crossing Borders by Information in the Ponts-Danubí Border Region című projekt részeként a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program támogatásában valósul meg.